Azt hiszem, hogy kollektív élményünk a félelem. Lassan a kabaré kezd ilyen közbiztonsági jelleget ölteni, és hát nem csak Budapesten dobálnak kézigránátot, hanem a jelek szerint, hogy egy klasszikus idézettel éljek a Tanú című filmből, a nemzetközi helyzet Szent András pusztán is egyre fokozódik. Aki mindenről beszámol, Teri néni. Teri néni. Mi az igazság abból, hogy Szent András pusztán is jelentősen romlik a közbiztonság? Hogyan érik ezt meg? Kicsit riporteres a kérdés, de hát... Értem én, gyermekem. Még annak idejében jártam marxista szakosítóra. Hát ezt... Gyöntjük tenyészte és baloldali módon. Az úgy volt, szerda volt, vagy csütörtök, mert emlékszik már rá, Rosett, mondom az urámnak, Tibi. Elég már fel, jó ember. Vonyít a kutya. Nézzek kifele, kapjak magamra valamit, mert kinszáradott a keteglen az otthonkám. Nem volt rajtam, csak ez a kis macskanadrág. De bizony az ajtót nem bírtam kilökni. Na, mert hogy? Mert hogy hát látok, állott egy nagy marha banga ember, de azt meg asszonnak néztem. Hát miért? Mert a filibe volt egy fülbevaló. Nézem, jobban az orrába is van. Tám, bika lesz ez még? Na mondom én, innen nem jutok ki. Szégyenletemre ebbe a barhent bugyogóba, kéki. Mondom az urámnak, Tibi. Erégyél már, mert ha külföldi, én nem beszélek véle. Teri néni, ezt miből gondolta, hogy külföldi? Talán abból, ahogy köszönt? Igen, mert ahogy meglátta, hogy kandikálok kifele, azt mondja, hello, mama. Hát mondom, maga ki a Rosettnek telefonál. De már reggel óta nem bírt valamit lenyelni, mert a pofája mindegyre mozgott. Na, azt így azt mondja Tibinek, hogy kivenné a kertet részes művelésre. Hagyná a palantát, mindent, amit én dugdostam még az őszem, ő megültetne Kendert bele. Kendert mi a rosszabbnek gondoltam én? De ez csak úgy zümmögött. A barátja meg egy doboz szorított a filire, ment fel alá a kertem, mindegyre ordított. Kis vállalkozó. Nagy volt, ez nagy marha ember volt. Ez. Olyan haja volt, mint a kisvárosban Hunyadi hadnagynak. Aztán szeretem, az jó ember. Na, azt elmentek, ahogy jöttek, verje a nehézség. A Kendertet megelültették, azt egyszer jönnek le a rucáim a kertről, nézem a gácsért, keringőzik. Mondom az uramnak, Tibi, mit tettél a rucának a családjába? De csak dülesztette a szemét. Na de Teri néni, hallottam, hogy a boci is megcsipkedte a kendert. Várjál, Sanyikám, mert az délután volt. Mert előbben Tibi is látta, mit csinál a ruca. Az belevágott ebből a kendertből a szűzdohámba. Csapkodott a kezivel, az felrepült a templomtoromba.
Na mondok, akkor én is megkóstolom. De elsőben adtam a tehenünknek, Mancinek. Egyszer megindul kifele, megáll az udvaron, azt mondja, Milka. Utána viszont hát szépen megnőtt ez a kender, és aztán egy éjszaka megint különös dolgok történtek ezekkel a... De hát majd Teri néni elmeséli. Mondom az urámnak, Tibi. Keljél felfel a jó ember matatnak a kerten. Jöttek a félbevalósok zseblámpával. El akarták vinni a termést. Na de akkor megjelent egy vasmadár, azok meg fentről világítak. Mondom az uramnak, Tibi, hozd elő, fiam, a nyitókapát, hátba verem valamelyiket. Mert jött egy fekete ember, olyan volt, mint a varnyú, csak nem volt szárnya néki. A fejére is húzott egy harizsnyanadrágot, a szemászott a jegenye fára. És itt Kondás Miska meg az erdő kerül, hogy jött haza, azt hitte, egy nagyra nőtt varnyú, a seggbe lőtt a zsoskuskával. És mi jött? Le is esett onnan? Le bizony. A dökkutas Balogoszi meg elvitte, pacalt akart főzni belőle. Varjú pacalt. Varjú pacalt, azt szeretik egy. Kicsit rágos, de jó. Na, Teri néni, hát szóval mit akartak ezek a kommandósok? Azt mondta, hogy kábítószer terem a határba. Jön a másik, a barátja, azon is ilyen maszka volt. Azt mondja, vannak-e itt tenoristák? Egy van a kántorunk. De már ez se olyan, mint a régi. Mert ez már mikrofonba énekel. Tibi, ez alatt hol volt, miközben ezzel a nagy szuszmók emberrel? Gyermekem télen mindig részeg. Lemegy, mikor forra must, megszédül a gőztű, fel se jön tavaszig. Mert csak az ajtóig nyitja ki, ott vesz két friss levegőt, azt megyen vissza. És hát most plusz rájött még ugye a kender. Hát mi lett a vasmadárral, Teri néni? Hát, mondom az orámnak, Tibi. Az jobban volt a sámámmal, mikor orosz fogságban volt. Attól megtanulta a varázsolást, felnézett, azt mondja, uhanye, azt megállott a lapátja. Na de hát az nem lett volna jó, Teri néni, mert pont a helikopter ráesett volna a konyhakertre, mind elverte volna karalábét. Kihúztam a berenát szeggel, felszolálni. Arra esély, verjen a nehézség. És utána mit csinált a kommandósokkal, Teri néni? Na, az egyik megbúvott a pincegádorba. Arra ráöntöttem két zsák krumplit. Jöttek a firbevalósok, mondom, várjatok, csak gyertek, elbánok én véletek. Felkeltettetek álmomból? Aztán az eszembe jutott, hogy Magdiéknál láttam dalazva, hogy a tévében hogy karatejoztak. A vízhordó rudra rákötöttem a nyitókapát kislánccal, azt csapkodtam őket lefelé. Na, azt egyszer jön az egyik, azt mondja, mink magával vagyunk, mama. Ezek voltak a fekete állarcosok. Azt sütöttem 60 tojásból rántottát. Mindössze maszatolta a pofáját, mert az állarcot akkor se vette le. Kedves hallgató, ön pontosan...